Sokkolta a magyar női kézilabdát Karl Erik bőnkapitány betegsége, a tréner leukémiáját Norvégiában kezelik a következő hónapokban. Ebben a fél évben Sitébe a válogatott másodedző irányítja a mesterért is dolgozó nemzeti csapatot. Őt hívjuk most fel, a Fradi újabb BL győzelme, a Váci Keg diadal és a Győr ma esti dán fellépése apropóján is. Halló, jó reggelt kívánok, szia Bea! Jó reggelt, szia! Bea, mikor beszéltél utoljára a kapitánya, hogy érzi magát? Hát utoljára múlt héten kedden beszéltünk, akkor kezdték meg nála az első kezelést. Akkor úgy jó kedélybe volt, tehát humoros volt, majdnem egy picit szarkasztikus a saját betegségével kapcsolatban, de nagyon eltökélt is volt egyben. Körülötte voltak a barátai, éppen az egyik a Tord Eriksen, akit a magyar nézők is ismerhetnek, illetve az Andrá Smevit, aki ugye a videósunk, ő kevésbé volt képernyőn, de alapvetően három legközelibb barátja mellett áll végig, aki tud, ott van körülötte, úgyhogy jó hangulatba kezdte el, és aztán meg is beszéltük, hogy most addig, amíg az első kezelés nem megy le, addig én így szóban nem zargatom. Minden nap küldtem neki üzeneteket, és végül is a Tordon keresztül kommunikáltunk, mert azt is tudom, hogy az angol azért ilyenkor biztos, hogy még ha valamikor, akkor most nehezé teheti a kommunikációt. Úgyhogy mindent a Tordon keresztül egyeztettünk meg, két naponta beszéltem vele, és ő tényleg teljesen napra kész volt minden pillanatával a kevnek, amit a kórházban tölt. Úgyhogy alapvetően nyilván ebben az állapotban van egy egyszer fenn, egyszer len helyzet, de alapvetően azt mondom, hogy az információm szerint viszonylag jól tűri és bírja a kezelésnek ezt a részét. Bea, azt mondd meg, hogy most a következő hónapokban, amikor rád ugye dupla teher fog nehezedni, irányítod majd a válogatott felkészülését, ugye márciusban és júniusban is lesznek válogatott hetek, közben, hogyha megengedi majd az ő állapota, akkor szakmailag is folyamatosan tartjátok ebből a kapcsolatot? Abszolút, abszolút. Tehát már most erre a márciusi 12. hétre is úgy egyeztetünk. Tehát mondom, tényleg a Tordon keresztül mindig legutoljára tegnap este. De mondom, gyakorlatilag két naponta beszélünk, és gyakorlatilag mindent, amit, tehát most már tudom, hogy arra a hétfőtől péntekig terjedő időszakra hogyan tervezzem, hogyan kérjem le akár a termet a technikai vezetőnk segítségével, mennyi pihenő legyen a két edzés között, milyen intervallumú legyen az edzés, mikor kell terem, mikor kell kondirés csak, mikor megyünk kifutni. Tehát már most arra kell mindent leadott, hogy mivel szeretne foglalkozni, így nem direktbe, de hogy mivel foglalkozzunk, akik ott lehetünk abban az egy hétben. Akkor tulajdonképpen a nyár elejé norvégiai edzőtábor, ha minden jól megy, akkor nemhogy beteglátogatás, hanem már a mester köszöntése lesz, és talán előbb-utóbb akkor már együtt is fogtok dolgozni, igaz? Hát nagyon bízunk benne. Nyilván még az elején vagyunk, de tényleg én az első sok után azt mondom, ahogy így kapjuk az információkat, nyilván az ember mindig próbál két lábbal a földön maradni, de valahol meg hihetetlen pozitívan gondolni arra, hogy az a nyári Norvégia edzőtábor az egy olyan időszakunk lesz, ahol nyilván még látni, érezni fogjuk a betegségnek az utórezgéseit, és még nem lesz teljes gyógyult állapot, de valamennyire én azt hiszem, hogy ott tud körülöttünk lenni. Nyilván nem jön el egy hegymászó túrára, vagy nem vezeti le a másfél órás edzést, de az, hogy ott van körülöttünk, az ő egyénisége, kisugárzása, azt hiszem, hogy még ha nem is 100%-osan, de mindenképpen építő lesz ránk nézve is. Hát így legyen. Azt mondd meg még, Bea, hogy most a hétvégi női meccseket nézve gondolok a Vác elképesztő diadalára, és gondolok a Ferencváros nagy nehezen kiküzdött, de nagyon fontos győzelmére. A válogatott szempontjából milyen nagyon izgalmas teljesítményeket láttál? Hát én bevallom őszintén, hogy a Vác meccs alatt mi pont Siófokon játszottuk a saját bajnoki meccsünket, úgyhogy azt ott a mi mérkőzésünk lefolyása után óriási bombaként, meglepetésként robbant, hogy tovább ment és 10 góllal. Tehát az tényleg ott örültünk az öltözőben legalább annyira, mint a saját sikereinknek. Én azt hiszem, hogy ez egy nem várt dolog, és bevallom őszintén, hogy a Vác is ugye hát
sérültjeik voltak, hogyan lépnek vissza, akár a vezér személyében, a Kevinnyi Kinga szemérében, hogy sokáig nem játszott, mit tud letenni az asztalra. Tehát hihetetlen, azt hiszem, hogy ez a női szívek, lelkek, a küzdés, ez az, amit most tényleg akár mind a két mérkőzésről láthatlanban is mondom a Vácsmeset, hogy hatalmas küzdés és szív lehetett amellett, hogy nyilván nagyon jól fel voltak készítve a játékosok, és a Fradinál is el lehet mondani, hogy tényleg aztán ott már csak az utolsó leheletükig kellett küzdeniük ahhoz, hogy itthon tudják tartani a pontot, és tényleg iszonyat pluszokat vállaltak be a játékosok, és mindenki óriási eufóriában volt, amit én levet, mert azt meg tudtam nézni online. Úgyhogy én azt hiszem, hogy ez a jellegű mentalitás, ez a soha nem adom fel, ez a megyek, csinálom, küzdök, azt hiszem, hogy ez legalább annyira fontos része bármilyen szinten a sportnak és a sikernek. Úgyhogy ha el tudunk indulni egy ilyen vonalba, és nyilván mi a kluboktól kapjuk az embereinket, és hogyha ezt a mentalitást tudják képviselni az év 365 napjából viszonylag sokon, akkor azt hiszem, hogy mi, amikor a válogatottra érkeznek, abból mindenképpen egy olyan plusz tudunk meríteni, ami tényleg előrevetíthet szép sikereket. Bea, így legyen, és akkor jó munkát, kebér is dolgozzatok. Köszönöm szépen, hogy a rendelkezésünkre álltál. Köszöntöm szépen.